Nevet kaptak a kis labradorok. A Baráthegyi Vakvezető Alapítvány mind a 9 kiskutyája szépen fejlődik, a hagyományokhoz hűen pedig az alapítvány egyik kutyája, Bóbita sorsolta ki az Esper S betűs alom tagjainak neveit. A 9 kölyök már nem sokáig lehet együtt, hamarosan ugyanis nevelőköz kerülnek. Kilenc zsömleszínű szőrgombóc látott napvilágot tavaly decemberben a Baráthegyi Vakvezető Alapítványnál. Első alkalommal, mikor stábunk forgathatott róluk, 5 hetesek voltak. Azóta eltelt 2 hét, és lassan véget ér az együtt töltött idő. A kiskutyák 7 hetesek múltak. Ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan kölyöknevelő családokhoz kerülnek. Így stábunk még egyszer lencse végre kapta a kis csapatot. Megérkezésünkkor mindenki az ebéd utáni siestáját töltötte, kivéve a legkisebb. Te nem vagy fáradt? Te nem vagy fáradt? Láthatóan nem volt az, és a többiek is azonnal felébredtek, amint az anyjuk Vini megérkezett. A gyors létszám ellenőrzés után pedig kezdődhetett a játék. Ez az egyik legfontosabb dolguk most. Az elmúlt időszakban az egyik legjelentősebb esemény a kölykök életében az volt, hogy nevet kaptak. Mivel ők az S-S betűs alom, így a hagyományokhoz hűen mindannyiuknak S és S betűvel kezdődő nevük lett. A tenyésztési programunk az 3 éve működik, 3 éve indítottuk be ezt a tenyésztési programot, és ez most már a 8. alom nálunk. A kutyatenyésztésben ez egy ilyen hagyomány, hogy egy alomnak a kiskutyáit azonos kezdőbetű névvel látják el, tehát azonos kezdőbetűvel kezdődnek a neveik. Ezt a hagyományt követjük mi is, így egy picit könnyebb számon tartani őket. Úgyhogy mivel mi nem a A betűtől indultunk, hanem K betűtől, ezért most ők a S-S betűs alom. A kanlabradorok neve Sámán, Szikra és Serpa lett, a szukáké pedig Szamóca, Szellő, Szamba, Szezám, Szöcske és Száva. A neveket viszont nem az alapítvány dolgozói választották ki. Hatalmas az öröm, érkezik Bóbita, az alapítvány egyik terápiás labradorja. Már hosszú ideje az ő segítségével történik a kölykök névadója. Mi már a 7. olyan alomban, ahol ő sorsolja ki a neveket. Ezeket a neveket a Facebook oldalunkon a követőink ajánlották, és ezekből a nevekből választunk mindig ki egyet, és akkor mit szoktuk a kölyköket elnevezni. A kedvünkért pedig be is mutatták, hogyan zajlik a névadó. Tehát azt mondanánk, hogy ugye ő egy barna jelölőt viselő, első szülött kiskutya, aki egy kankutyus. Bóbitát, hogyha megkérjük, húzz egy nevet. Bóbita, ez egy nevet. Kérem, az. Köszönöm. Akkor megnézné piros, hogy mit választott Bóbita. Ezt a kiskutyát úgy fogják hívni, hogy Sámán. A kiskutyák 8 hetes korukig maradnak együtt, utána kerülnek önkéntesekhez, és mivel ez egy országos tenyészprogram, így biztosan nem maradnak mindannyian Miskolcon. A kölyöknevelő családok nem szakemberek, ők laikusok, akik önkéntesként szeretnének segíteni ebben, hogy fölneveljenek egy kölyköt. Nekünk van szakemberünk, aki ebben segíti őket, és irányítja, hogy mikor, merre fele, hogyan fejlesztjük a kicsiket, milyen feladatokat adunk nekik. Tehát ez olyan, mintha egy óvónő segítene a szülőknek, hogy otthon hogyan játszanak a gyerekekkel. Tehát egy hasonló egy kicsit, úgyhogy van szakember, aki segíti a kiskutyák fejlődését, de maguk a kölyöknevelő családok, ők önkéntesek. Az önkéntes családoknál 1 éves korukig nevelkednek, utána pedig visszakerülnek az alapítványhoz, és elkezdődik a vakvezető kiképzés.